Tarpán 2011-ben indította a sportosztályt a helyi általános iskolában. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a sportoló fiatalok száma 2300 lakosú településen, így a meglévő infrastruktúra már szűkösnek bizonyult. A közel 200 millió forintos állami forrásból kialakított sportcentrumban a mai követelményeknek megfelelő körülmények várják a sportolókat. Álmodtunk egy olyan bővítésről, ami infrastruktúráról szól, hogy lenne egy műfűes pályánk, hogy téli időszakban, esti időszakban tudjanak a gyerekek ugyanúgy edzeni, mint ahogy az eredeti egyetlen egy füves pályánkon. És ez úgy gondolom most 2016-ra realizálódott, megvalósult, és egy borzasztó nagy örömmel tölt el bennünket. Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter szerint az összefogásnak nagy szerepe volt abban, hogy a Beregi nagyközséges sportcentrummal gazdagodott. Hogyha az ember átgondolja azt, hogy egy pici településen ekkora beruházást csinálni, és hogy milyen apró lépések vezettek ehhez. Akkor azt kell mondjuk, hogy egyenes derékkal, egyenes gerinccel felemelve a fejünket büszkének kell lenni rá. És tényleg egy nagy összefogás. Itt a polgármester a helyiekkel, a helyi képviselő, a megyei képviselőkkel, a megyei labdarúgó vezetés, az országos vezetéssel, a TAO rendszer. Szerintem ez egy pont tipikus példája az, hogy igenis a 21. században van lehetősége az összefogásnak ilyen csodákat létrehozni. Tilki Attila országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a fiatalok egészsége érdekében az államnak áldoznia kell a sportcélú beruházásokra. A sport az a terület, amelyik nem európai uniós finanszírozással finanszírozandó, tehát mindig nemzeti forrás van benne, és a kormánynak természetesen az a logikája, hogy egy egészséges utánunk következő nemzedék a meglévő politikai problémákat is egészségesen tudja kezelni. Tehát nagyon fontos az, hogy mire költünk, és nagyon fontos az, hogy akár ilyen kis településen is ilyen komoly sportberuházások legyenek. Tarpa a Debreceni Labdarúgó Akadémia egyik alközpontja. Az elmúlt héten 165 fiatal focista kezdte el a tanévet a Beregi településen. A korábbi évfolyamok diákjai közül többen már NB1-es csapatok utánpótlás együttesénél szerepelnek.